estét kívánok mindenkinek, ez itt a Script Reading harmadik megrendezésre kerülő eseményének az egyik nagyon jeles beszélgetése Farkas Andrással, aki már harmadjára van jelen ezen az eseményen, és ez Andrásnak második könyve egyébként, ami majd felolvasásra is kerül, a címe, már hogy én így fölkonferálom, tehát a címe az a Café Marilyn, ami sok szempontból beszédes cím. De nem tudom, hogy a címmel érdemes-e kezdeni, vagy az alkotói folyamattal, ami nálad mindig annyira fontos. Mivel kezdjük, András? Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát azzal kezdtünk, amivel szeretnél. Kérdezz bátran. Jó, akkor kezdjük az általam oly nagyra becsült alkotói módszerrel, ami nálad ugye utóbbi alkalommal úgy apostrofált, hogy fűnyíráshoz kötött, és amikor füvet nyírsz, akkor jönnek a jó ötletek. Ez változott ennél, hogyha igen, akkor hogyan? Igen, fűnyírás ilyenkor nem olyan nagyon van, inkább kutyasétáltatás. Nem tudom, behallatszik-e a kutya? Nem. Nem, őt szoktam sétáltatni. Igen, hallok. Egy picit elhallgattunk, és meghallgatjuk a kutyát, jó? Olyankor nem ugat. Nem baj, akkor mesélj a kutya. Az alkotói módszer az továbbra is az, hogy amikor nincs dolgom, mert általában sok dolgom van, de a fűnyírás meg a kutyasétáltatás az olyan nagyon unalmas. És közben az ember gondolkodik, és hát mi máson gondolkodna, ha nem forgatókönyveken, ugye? Ezt hagyd ne én erősítsem meg, engedtem meg, mert azt gondolom, hogy ebből a szempontból a te eszköztárad sokkal szofisztikáltabb. Talán. De beszéljünk a könyvről, jó? Tehát mesélj már egy kicsit, hogy pont ez a téma, aminek az alapötlete meglehetősen erős, ez honnan jött, és mi ez az alapötlet? Hát örülök, hogy erősnek tartod ezt az alapötletet. Akkor elmondom neked, hogy hogy van ez. Ez úgy van, hogy amikor az első forgatókönyvet írtam, nem olyan sok évvel ezelőtt, mint amilyen öreg vagyok, akkor az nagyon, nagyon sokba került volna megvalósítani, és egyre inkább haladtam egészen a Katalinkáig, amikben már találkoztál, ami már csak néhány helyszínen, közelben, könnyen megvalósítható módon, és nyilván ez a folyamat abban az irányba mutatott, hogy végre elérkezzek az egy helyszínes, néhány szereplős forgatókönyvhöz. Tehát az lett volna a következő. És amikor jött a kiírása az új script readingnek, akkor, és elmentem kutyát sétáltatni, akkor eszembe jutott az előző felolvasás, amikor is ugye úgy sajnáltam, hogy olyan kevés szöveget adtam azoknak a remek művészeknek, szinkronszínészeknek a szájával, tehát akkor még nem tudtam, hogy ezt be fogják választani. Úgyhogy most az volt a szándék, hogy jó kis pofázós forgatókönyvet írjak, tehát amiben sokan beszélnek, hogy sokáig hallgathassam őket, már hogyha beválasztják esetleg ezt a forgatókönyvet. És mondom, egy helyszínes, nem ez az dialógusos. Hát ne legyél szerény, hát ennél sokkal jobb az alapötlet. Igen, tehát, hogy, és akkor arra gondoltam, hogy ha ott van ez a jó sok remek szinkronhang és remek karakterszínész, akkor legyen benne egy ilyen csavar, hogy szinkronszínész legyen a főszereplő. Miért ne? És utána jött, hát nem tudom, mondjam el az alapötletet? Most itt persze, ezt, tehát én azt gondolom, hogy itt most, én megmondom őszintén, hogy nem nagyon vagyok híve annak a divatnak, mely szerint ugye egy szakmai közegben létezik spoiler. Ezt a kifejezést egyébként sem nagyon díjazom. De itt meg aztán végképp, hiszen ez a szakmai közeg pont arról szól, hogy megfejtsünk egy gondolkodásmódot, egy struktúrát, egy személyiséget, ami az író személyisége, ami férkőzni az a titokhoz, amit megírt, és ebben a kis párbeszédben szeretnénk tisztában látni. Ezért fontos, hogy mi ez. Szóval a nagy alapötlet az, hogy ez a szinkronszínész találkozik a hasonmásával, de nem a
az arc hasonmásával, hanem a hang hasonmásával. Tehát egy másik emberrel, akinek tök ugyanolyan a hangja, mint ő neki. És akkor ebből aztán következik ez az, amit kutyasétáltatás közben kitaláltam. És nyilván a másik régi álmom, hogy eddig, vagy az eddigi forgatókönyveim, hát talán ilyen kicsit művészi, elvontabb forgatókönyvek voltak. Itt most a nézőknek, a közönségnek dolgoztam, hogy érdekes legyen, egy kicsit thrilleresebb, krimisebb, pszicho-thrilleres történetszál talán, legalábbis én így gondolom. Te aki olvastad, hogy gondolod? Mi a műfaja? Nem ér visszakérdezni, és, de ettől főtlenül erre a kérdésre szívesen válaszolnék, mert a műfaját illetően elég összetett a történet valóban. Tehát, hogy alapvetően van benne egy dráma, van benne ez a pszichologizáló jelleg. A thriller kifejezést talán nem tartom föltétlenül, vagy mint műfajt nem tartom jellemzőnek rá, de sokkal inkább megjelenik ez a fajta szóval nem is tudom, hogy tehát a bűnnek, a kriminek egy ilyen nagyon ironikus arca, azért keresem itt a szavakat ügyetlenül, és ez a szakmabeli sem tudja, akkor én honnan tudnám? Ettől van egy tehát pikánsá teszi ez a dolog. Mert hogy ugye nagy és a kicsi találkozik. A nagy tervek, a nagy személyiségek és a kisszerű életek találkoznak ott hirtelen, és ennek lesz egy ilyen sajátos műfaji egyvelege. Így kívülről nézve, így fest számomra ez a történet. Mesélj már arról kérlek szépen, hogy benned egyébként ez amit a script reading jelent, milyen ambíciókat? Tehát ezt most nem a script readinget szeretném, hogy fényezt, hanem hogy mik az elvárás, hogy így mielőtt neki mennénk ennek az eseménynek. Meg tudod konkrétan ezt? Konkrétan ezzel a forgatókönyvvel kapcsolatban? Igen. Hát figyelj, nincs elvárásom. Tehát hogy ez nem született volna meg, ha nincs script reading. Tehát néhány óra hosszát rászántam, és írtam egy olyat, ami én szerintem szórakoztatja a nézőket a script readingen. Még ha nem lesz belőle film is, akkor is talán egy ilyen felolvasó műsornak. Én remélem, hogy jó, hát nem tudom, én sem hallottam még. Illetve hát az, hogy ugyanaz a hangja mind a két főszereplőnek, ez nem tudom, hogy lehet megvalósítani, majd kitaláljuk. Mi is úgy vagy mi az ötleted erre? Minek örülnél? Nem tudom, hogy lehetne megvalósítani. Gondoltam, hogy majd te megmondod. vagy elküldözgeted remek szinkronhangoknak, mert remek szinkronhangokra írtam, igazából egy remek szinkronhangra, és remélem, hogy valamelyik beleszeret, és azt mondja, hogy én ezt szeretném filmen is eljátszani, és támogatom, hogy szerezzünk együtt rá pénzt. Ha már itt tartunk, említsük már meg, hogy az előző szkripted, a Katalinka, ami sok-sok fejtörést okozott, és még több harcot kettőnk között, ami inkább bátorító volt, és ambiciózus, mint sem barátságtan, remélhetőleg, az nagyon-nagyon sok elismerést és díjat hozott a világban. Te hogy éled meg egyébként ezt, hogy írsz egy könyvet, és abból neked az, hogy film készül, az egy elengedhetetlen, tehát hogy ott fog befejeződni ez is majd, hogyha túljutunk a felolvasáson? Nem tudom. Fogalmam sincs. Éppen ez benne az érdekes. Tehát, hogy nekem hosszan fölvezettem ezt az ostoba kérdést, nagyon hülye ez a kérdés, tudom, és te egy fél mondattal elcsaptad a poént. Oké, igazad van. Mindenesetre megmondom őszintén, hogy nekem annál a könyvnél egyáltalán nem volt világos, hogy ennek karrierje lesz ennek a filmnek. Sem a struktúra, sem a dialógok, sem a kép, tehát semmi nem úgy működött, ahogyan elképzeltem, és nekem az a nagy tanulság ebből, és azért örülök, hogy újra jöttél. Látod, villog a fény is erre, amit most mondok. Tehát valaki fölötti erők. Tehát az a nagy tanulság, hogy nem mindig az az arany, ami nekem fénylik. Van másfajta arany is, ami lehet, hogy neked fénylik.
És ez egy jó kis lecke volt, hogy elkészült a film heroikus körülmények között, a Katalinka 16. Nem tudom, hogy hány fesztiválon volt, de nagyon sok fesztiválon, nagyon sok helyről kaptál pozitív visszajelzést. És ami talán a legfontosabb, hogy egy olyan alkotócsapatot sikerült összerántani, akik hittel dolgoztak ebben a történetben. Ez pontosan így van. Hogy ezt majd hogyan tudod tovább vinni, mert egy lányod van csak, akik már előttél az előző filmben, nem tudom, hogy itt ki fognak. Igen, itt most igazi szinkronszínész kell, tehát itt nem lehet saját gyermekekkel megoldani. Oké. Okay. Nem foglak tovább zaklatni, mert most már a kérdések lassan hosszabbak, mint a válaszok. Köszönöm, hogy itt voltál, és azért majd folytassuk és beszéljünk arról, hogy lehet ezt egy szinkron hangot két szinkron színésszel elkövetni, és hogy fog ez majd kinézni a felolvasó esten. Jó? Rendben, oké. Okay. Itt is jó további forgatókönyvírást, hogyha még remélem, hogy ez folytatódik. Na minden jót, jó éjszakát! Köszi, jó éjt neked is, sziasztok!